Vérplazmaadásra készülődik Szabadszállási Tibor, a Szekszárdi Vérellátó Központban. A koronavíruson átesett férfi harmadik alkalommal ad konvaleszcens plazmát, segítve ezzel a súlyos állapotban lévő koronavírus fertőzötteknek. Én a társadalmi felelősségvállalás egyik részének tartom ezt is, tehát ki hogy tud, nem akarok közhelyekbe bocsátkozni, de hát nyilván, hogyha valahol tudok segíteni, akkor úgy éreztem, hogy itt a helyem. Múlt decemberben estem át a betegségen, és akkor utána hallottam a tiszti főorvos asszonytól, hogy donorokat keresnek, és akkor kerestem meg a szekszárdi véradót, és utána a vizsgálatok alapján alkalmasnak találták a véremet erre, és akkor adtam plazmát, majd utána körülbelül másfél-két hónap múlva újra adtam, mert még mindig alkalmas volt a vérem erre a plazmadásra, és most vagyok harmadszor. A szakkifejezés egy angol szóból ered, melynek jelentése lábadozó. A konvaleszcens plazmát azoktól a személyektől gyűjtjük, akiknek a vérében nagy mennyiségben jelen van a betegség alatt termelődött antitest. Ha valaki elkap egy fertőző betegséget, akkor a szervezet védekezik a kórokozók ellen, ellenanyagokat kezd termelni. Azonban annak a mennyiségű ellenanyagnak a termelése, ami már le is tudja győzni a betegséget, az egy kicsit hosszabb időbe telik. Hát sajnos előfordulhat, hogy ez idő alatt súlyossá vagy akár halálossá válik a betegség. A konvaleszcens plazmával ezeket a kész ellenanyagokat juttatjuk be a betegbe, segítve őket ezzel a fertőzés legyőzésében. A véradás során egy egység, vagyis 450 ml vért veszünk a véradótól. Ezt egy későbbi időpontban centrifugálással alkotó részeire bontják. Ebből lesz a vörös vérsejt koncentrátum, a vérlemezke koncentrátum és a friss fagyasztott plazma. A plazmaadás során a plazmadonortól csak plazmát gyűjtünk, egy speciális készülék az úgynevezett aferezis gép segítségével, amelyen mindjárt rajta van az a kis centrifuga, ami elválasztja alkotó részeire a vért. A plazmát összegyűjtjük, a sejtes alkotó részeket pedig visszakapja a donor. Itt látható is, ahogy a gép ketté bontja a vért. A plazmát ebbe a zsákba gyűjti, míg a vörös vérsejteket visszajuttatja az adományozó szervezetébe, amint megtelt a tartály. Az eljárás során 600 ml plazmát vesznek az adakozótól. Jelenleg azoknak a jelentkezését várjuk konvaleszcens plazmadonornak, akik 6 hónapon belül estek át a fertőzésen, legalább 3 hónapja meggyógyultak, és most jól érzik, egészségesnek érzik magukat. Egyébként a véradás általános feltételeinek kell megfelelni. A konvaleszcens plazmadonornak minden véradási helyszínen lehet jelentkezni. Ugyanúgy be kell mutatni az iratokat, egy fényképes igazolvány, lakcímkártyát és tajkártyát, illetve nagyon fontos, hogy be kell mutatni egy olyan dokumentumot, amely hitelt érdemlen igazolja a fertőzésen való átesettséget. Ez lehet PCR-tesztnek az eredménye, vagy antigéntesztnek az eredménye, karanténhatározat, vagy zárójelentés, bármi, viszont nem lehet ellenanyagnak az eredménye, mert az nem bizonyítja a fertőzöttséget. Ezután egy mintavétel következik, ennek az eredménye alapján állapítják meg, hogy alkalmas-e a jelentkező plazmadonornak. Ha alkalmas, akkor általában telefonon személyesen felveszik vele a kapcsolatot, és egyeztetnek egy időpontot a plazmaadásra. Tehát ez elkülönülten van a plazmaadásra jelentkezésre, egy teljesen másik időpontban. A főorvos hozzátette, a plazmaadás nincs negatív élettani hatással az adományozóra. A plazmaadás leginkább folyadékveszteséggel jár, úgyhogy az nagyon lényeges, hogy a plazmaadás előtti néhány órában a jelentkező bőségesen fogyasszon folyadékot. Emellett viszonylag jelentős még a fehérjeveszteség, éppen ezért minden konvaleszcens plazmaadás végén veszünk mintát a fehérjeszint meghatározásához. Fontos, hogy aki rendszeresen ad plazmát, az étkezésében figyeljen a bőséges fehérjebevitelre. A plazma alkotó részei egyébként nagyon gyorsan visszapótlódnak, éppen ezért a konvaleszcens plazmaadás két hetente akár ismételhető. Úgy gondolom, hogy aki átesik a koronavírus fertőzésen, az átérezheti annak a fontosságát, hogy segítsen másoknak legyőzni ezt a fertőzést. Van olyan donorunk, aki kórházi kezelések kapcsán kapott is konvaleszcens plazmát, ő úgy tapasztalta, hogy ez segítette a gyógyulását, éppen ezért fontos volt a számára, hogy adjon plazmát. A konvaleszcens plazmaadás egy olyan egyedi segítségnyújtási lehetőség, ami csak azoknak a kezében van, akik átestek a koronavírus fertőzésen. Fontos lenne, hogy a gyógyulásuk után gondoljanak arra, hogy plazmaadásukkal egy semmivel nem pótolható segítséget nyújthatnak a súlyos koronavírus fertőzésben szenvedő betegeknek.
A vérplazmaadás feltételeiről az érdeklődők az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tudnak részletesebben tájékozódni.